8 évvel ezelőtt ez az épület még a Tolna megyei Murga élelmiszerboltjaként üzemelt. A lakosság szám csökkenésével azonban az egység veszteségessé vált, ezért az üzlet néhány éve bezárt. Azóta kevesebb, mint 60 lelket számláló település lakói az önkormányzat által működtetett gondnoki szolgálat segítségével járnak bevásárolni a közeli hőgyészre. Murga polgármestere azt mondja, éppen ezért örülnének, ha egy vállalkozó újra kinyitná a boltot, amit még az önkormányzat is támogatna. Ezt az épületet az önkormányzat tényleg térítésmentesen vagy egy forintos bérleti díjba fejébe vállalkozónak a rendelkezésére bocsájtaná, hogy működtesse ezt az egységet. A Magyar Falu program keretében hétfő óta 45 milliárd forintos keretre pályázhatnak azok, akik 2000 fő alatti kis településen akarnak élelmiszerboltot nyitni. Országosan 2400 faluból lehet pályázni, egy üzletre pedig akár 70 millió forintos támogatás is elnyerhető. Markesz István a Baranya megyei Liptódon üzemeltet kisboltot. Azt mondja, Baranyában sok az olyan kis település, ahol jelenleg nincs egyetlen üzlet sem, ahol pedig van is, azok főleg a multik miatt nem igazán nyereségesek. Ő ezért is tartja jó ötletnek, hogy a mostani pályázatok lehetőséget adnak arra is, hogy az árukészletet bővítsék, ezáltal pedig versenyképesebbek legyenek. Nagyon örülünk, hogy egyszer meg is találtak minket, és ez egy lehetőség, hogy próbáljunk újraindulni. A pályázatokat benyújtók, ha nyernek, előre megkapják a nyitáshoz és az eszközkészlet vásárláshoz szükséges pénzt. Erre a tervek szerint legkésőbb őszig kerül sor. 4 tevékenységre igényelhetnek támogatást az üzlettulajdonosok, vagy a belezőnyugó vállalkozások. Ingatlan vásárlásra, ingatlan korszerűsítésre, eszközök beszerzésére és akár működési támogatást is elnyerhetnek. Összességében egy-egy üzlet várhatóan maximálisan 60-70 millió forintos támogatást nyerhet el. Nyilván átlagosan azért lényegesen alacsonyabb lesz az összeg. A pályázat arra is lehetőséget ad, hogy a nyertesek az élelmiszerüzlet mellett postapontot alakítsanak ki a boltok részeként, valamint vény nélkül kapható gyógyszereket, esetleg helyben fogyasztható kávét és péksüteményt áruljanak. A tender kiírói arra számítanak, hogy így komplex szolgáltató pontként még vonzóbbak lesznek ezek az üzletek. Ha minél több piaci szolgáltatás koncentrálódik egy-egy üzletbe, és itt mi a posta tekintetében, vagy a vény nélkül kapható gyógyszerek forgalmazása tekintetében, vagy mondjuk ilyen alapvető vendéglátóipari szolgáltatások, mint mondjuk egy kávét elfogyaszthasson egy vendég, ami közben kitölti a lottószelvényét, vagy megesse egy péksüteményt, vagy a gyermekének vehessen egy fagylaltot. Tehát minél több ilyen piaci szolgáltatást tud és képes koncentrálni egy-egy ilyen vállalkozás, ez annál inkább hosszú távon biztosítja az ő üzletének a fenntarthatóságát. A kisboltok nyitását támogató pályázatok elnyerőinek csak azt kell vállalniuk, hogy legalább 5 éven át üzemeltetik az egységet. A programra előzetesen regisztrálni a Bethlen Gábor Alapkezelő internetes felületén lehet.